Szavaztok, kedves emberek, hát ezt a lelke mindennek, és hát van mellettem egy motor, de most nem ő lesz a főszereplő, hanem korábban már mutattam, hogy érkezett a Fujifilmtől egy ilyen Instax Mini Link 2 kis, hát mondhatnánk azt is, hogy fényképező, de ő nem fényképező a gép, hanem ő egy kis nyomtató. És érdekes ez az Instax szó, nekem ugye hát valószínűleg másoknak is eszébe jut, hogy Instagram, de ő nem Instagram, hanem Instax. Ugye, igen, a közelben ilyen kutyákat sétáltatom, de ez nem baj, hiszen én jöttem vendégségbe, ezzel nem kell foglalkozni. Na figyeljetek, kiveszem ezt a kis dobozkát. Azt mondja, hogy igen, és hát ennyi az egész, egy ilyen kis valami, bele van rakva egy kis kazetta, azt most nem fogom szétszedni, nem mutatom meg. Az a lényeg az egésznek, hogy itt elő fog jönni majd a kis kép. És akkor annyi az egész, hogy fogod magad, bekapcsolod, igen, bekapcsolódik, ott elkezd majd szépen világítani, és nem is ez a fontos dolog, hanem a fontos dolog az az, hogy van nálam egy telefon, azon kívül, ami fölveszi ezt a kis videót, tehát van nálam egy telefon, ő szépen el van készülve, és akkor a telefonon szépen bele fogok lépni, egyébként nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen letölthető az applikációjának a kis Instax nyomtatónak. Azt mondja, hogy van egy mini link applikáció, már be is vagyok lépve. Persze előtte megnézem, hogy csatlakozott-e, tehát azt még gyorsan megnézem, közben természetesen azért a repülőgép is most száll fel, ahogy az lenni szokott, és azt mondja, hogy itt van, hogy Instax, és egyébként amikor bekapcsolod az Instax nyomtatódat, illetve a telefonodat, akkor föladja, hogy Instax Android vagy Instax iOS készülékre akarsz te itt úgymond párosodni, hát én párosodtam most, hát nem úgy, hanem mégis párosítottam az eszközt az Androidhoz. Na, oké, okay, azt mondja, hogy párosítás, oké, és akkor most jön az, hogy belelépek a kis Instax menübe, és az Instax menüben már is ott vannak azok a képek, amiket ezzel a telefonnal csináltam, csak az jelenik meg rajta, amit ezzel a telefonnal csináltam, nyilván, hogyha van neked Google Drive-od, vagy pedig bármilyen más felhős, úgymond fényképeid, meg ilyesmi, akkor az pillanatok alatt meg fogod találni. Belemegyek szépen a kis kamera menübe, ott vannak szépen sorba a kis fotóim, amiket az elmúlt időszakban csináltam, amiket az elmúlt időszakban készítettem. Kiválasztom azt a képet, és akkor lehet is látni, hogy ott van, hogy fog szerepelni ezen a nyomtatón. Ja, kijöttem kézbe a képből, na mindegy, úgyis ez a lényeg, tehát ott van rajta. Visszajövök nagyjából a képbe, és amit láthatjátok, ott van alul egy kis piros gomb, megnyomom ezt a piros gombot, akkor ő most kiírja azt, hogy nyomtatás, és ez most ki fog derülni, hogy jól csatlakoztam-e, vagy pedig nem jól csatlakoztam-e. Azt mondja, hogy Bluetooth, connected, igen, oké. Okay. Azt mondja, hogy nem akarja ezt konnektálni, most rányomok, hogy konnektálja, mármint, hogy kapcsolódjanak itt szépen egymáshoz, hát elvileg ez így mindjárt meg fog történni, ha pedig nem, akkor pedig majd mindjárt újra veszük az egészet, és vágunk, az a legjobb egyébként az egészben, hogy nem a kutya, hanem a csávót fogja magát és ordibálva beszél, miközben ott van tőle 2 méterre a néni. Hát legfeljebb ti is halljátok, hogy mekkora ökörséget tud mondani. Na, akkor most mi a izé van itt? Oké, okay, akkor most jön az, hogy egy kicsit vágni fogunk itt, és akkor újra konnektáljuk. Közben az eső is elered, tehát ilyen ez a Murphy törvénye. Na, szóval nagy nehezen kapcsolódtunk, remélem vágtam itt egyet, vagy ha nem, akkor így maradt. Ott van a kis piros gomb, rányomok a kis piros gombra, ő kimondja azt, hogy ő előbb-utóbb nyomtatni fog egyet, lerakom a kis telefonomat, mert az most nem kell, meghallgatjuk, már jön valami belőle, mindjárt látjátok ki is, ott elkezd szépen kifelé, és közben a szél is feltámadt, ő elkezd szépen kifelé jönni, nyilván az egyik oldal az teljesen fekete, de nem is ő a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a másik oldal az viszont fehér, teljesen, és akkor itt a okosok azok így szokták csinálni, mert akkor állítólag nagyon gyorsan fog, de nem, mert itt az úgy van megcsinálva, hogy itt van benne egy ilyen kis, hát úgymond itt vannak benne ezen a csíkon van benne az a kis tinta, vagy az a kis vegyszer, ami majd ő szépen elő fogja hívni a képet, és akkor ezt most megpróbálom mutatni, és közben azért beszélgetek, hogy ne a csávónak a hülyeséget kelljen nektek is hallgatnatok, hogy itt ordibál, mert hogy ő kicsit hangosabban tud beszélni, mint amit szeretnék én, illetve a szél is belefúj, nem is tudom, hogy milyen hangja lesz ennek, de igazából tök mindegy, arra jó lesz, hogy most egy videót megcsinálunk, illetve arra jó lesz, hogy láthatjátok, hogy hogyan, miként és miért
Jaj, nyomtatja ki ezt a szép kis motort, ott már kezd kirajzolódni, lehet látni, szépen lassan meg fog jelenni. Mit kell még mondani? Ja, annyit kell mondani, hogy ezt az Instax kis kütyűt, ezt eléritek egyébként az instaxshop.hu-n, illetve azt kell még tudni, hogy több olyan eszköze van az Instaxnak, ez ugye a Fujifilm Instaxnak, több olyan eszköze van, amivel ilyen különböző nyomtatásokat tudsz csinálni. Van olyan, ahol már te csinálod meg a fényképet, és azt nyomtatja ki, van olyan, amilyen ez, hogy ilyen Bluetooth-on keresztül szépen úgymond nem az Instára töltötted fel a kis képedet, hanem az Instax nyomtatóddal nyomtattad ki. És egyébként pedig nézzetek körbe a honlapon, kerestek rá hozzánk, majd még jön tesztelni egy csomó minden ilyesmi, illetve hát én ebbe a kis kütyűbe annyira beleszerettem, hogy veszek magamnak egy ilyet, mert tök jó pofa, hogy így ki tudsz nyomtatni ilyen kis emlékeket, és egyébként vannak olyan kiegészítők hozzá, hogy ezt a kis papírt, amit te itt kinyomtatsz magadnak, rajzolódik ki a motor már egész szépen, tehát ez a kis papír, amit te itt kinyomtattál magadnak, ennek a hátsó oldalára szépen fölraksz egy ilyen kis kétoldalas ragasztót, és akkor vagy kiragasztod valahova, vagy ugye vannak ilyen kis csíptetők, vagy raksz rá hűtőmágnest, és akkor ilyen tök jó kis emléket tudsz csinálni. És igazából ő hát nem tudom, ez, ugye ez nagy divat lett, van a másik gyártó, akinek hasonló ilyen termékei vannak, arról is már ugye már kezdtünk el pedzegetni anyagokat így a megurulva autó és kütyümustra a honlapon, vagy pedig akár a tesztelelke mindennek.hu, szóval még egyszer, vagy pedig a tesztelelke mindennek.hu oldalon. És az a lényege az egésznek, hogy visszajött valamilyen szinten divatbe ez az egész, hogy ilyen kézzel fogható kis papír emlékeket őrizünk meg magunknak. És akkor itt jön az, hogy jaj, nekünk régen volt ilyen polaroid gépünk, mindegy az a másik gyártó, most az Instax, mindegy, nekünk régen volt ilyen gépünk, és akkor ezt kinyomtattuk, és jaj, mennyire kifakult. Nyilván ki fog pakolni, hogyha kirakod így a napra, telibe tűzi, az UV éri, meg a fény, meg hűhatások, meg ilyesmi. De el kell mondani, hogy például nekem is vannak olyanok, hát közben egy valami, de majdnem ízé megtámadott. Szóval el kell mondani, hogy nekem is vannak, illetve nekünk is vannak a családban olyan képeink, amik régi ilyen hasonló készülékkel készültek, és bele voltak rakva egy albumba, és teljesen jók, eltelt 30x év, teljesen jó a képük, teljesen szép a képük, és lehet látni, hogy most már azért egyre jobban rajzolódik ki, és talán már, hát még nem a teljes, színpaletta, de lehet látni, hogy ilyen kis színes, szép kis valami lesz belőle, és akkor látjátok, hogy vannak ilyen, tehát hogy olyan, mint hogyha kerete lenne, ha akarod, akkor ezt a szélső csíkot azt le is vághatod róla, és akkor tényleg így úgymond be van keretezve a kis képecskét. Na, szóval ő az a motor, amit így az elmúlt héten teszteltem, és az, hogy róla mit kell tudni, azt pedig hallgassatok meg a hirtelen akartam mondani. Ja, szóval a begurulva.hu oldalon, illetve a nem régebben, Jézusom, tényleg nem tudok korán reggel beszélni. Szóval ott van a galamba, amelyik rászállt a fejemre, látjátok, ott van fölöttem, na mindegy, vagy pedig hallgassatok meg a nem régiben indult podcars.hu oldalon, az a podcast oldalon is podcastok vannak. Szerintem nem kéne ezt húzni tovább, hiszen már ideig, aki megnézte, az már biztos, hogy hozzá is szólt, hogy Jézusom. És különben is eldölt ez a szar.